De halló. Hát, nem tudom, jelentkezem, azt hiszem. Itt mindenki dolgozik rajtam kívül. Igen, szívjuk? Igen. Nem vagyok jó most. Aztán itt a hadsereg. Csinálják a könyveket. Lejlát már nem merem mutatni, mert megint a YouTube betűk ilyen megjegyzéseket, mint a Back to School-os videónál. Na, mesélj el, mi a problémád? Az a problémám. Ez egy munkafüzet, jó vastag. Most hetedikes ugye a Leila, és ide adják a 2 éves munkafüzetet egybe. Hát. Na most a könyv az ugyanilyen, tehát az is 7.-8. És? Ugyanez van biológiából, meg kémiából is, meg földrajzból. Ugye? Na. Biológia most, is 7-8. Ja. Meg az is 7-8, a földrajz, ugyanilyen vastag. Ez is 7-8. Most ha már csak 2 ilyen órájuk van egy nap, el kell vinni a 2 évfolyamos munkafüzetet, meg a 2 évfolyamos tankönyvet. Jó nehéz, vastag is. Olyan mondom. Mint a... Ja, mert a tankönyv is olyan, az is ja, ilyen persze. Vastag. Sőt, még az vastagabb, mint ez. Ja, ott alul. Hát igen, nem könnyítik a gyerekek dolgát, nem, és nem. Ugye az a baj itt, hogy itt még hordani kell. Tehát nem lehet, hogy ez iskolában. Ja, és akkor ezt elviszi ezt a 2-t, meg még 3 másik tantárgyat. Aztán 12 kiló a táskája. Ez súlya is van. Igen. Rendesen. És nem beszélve arról, hogy nem ez a mobil, nem a mobiltelefon a probléma, mert nálunk már tavaly se lehetett. Ja. Senkit nem érdekel itt. Jó, ez általános iskola, ők még nem tanulnak vele. Inkább ezt kellene megoldani, hogy ne cipeljen egy 8-9 kilós táskán egy gyerek. Amikor ezt félbeszedett, hogy 2 évre. Jó, hát értem. Már tök jó lenne. Aha. Ja. Na mindegy. Ja, hát igen, ez szép vastag, a könyve meg még vastagabb. Hát, drága gyermekem. Úgy látszik, ezen spórolnak, hogy nem kell ezt dráma? Fizetni. Dráma és színház. Ilyen is volt eddig, nem? Nem, volt azért. Honest népismeret helyett jött be ez. Dráma és színház, aha. Nagyszerű. Mi van még, ami új projekt munkafüzet? Ez mi? Angol. Ja, hát azért nem látom, én nem értem. Irodalom. Az irodalom, ez egy kicsi. Na, hát ez... Oké, de viszont az irodalom meg fontos. Nem azt mondom, hogy legyen vastag, de legyen egy... Tankönyv az vastagabb. Ez az. Aha. Hát igen, ez van most ja. Itt, ez vagy most meg a bárányfelhő. Hát jó munkát. Köszi. Ő a kötőbajnok. Nem, a kötőbajnok. Leila rávinyertáz, ő meg beköti. Én meg megyek vissza dögleni. Szerintem csak inni fogok. Jaj. Hány óra van? 1 óra. Délután 1 óra. Olyan, nem tudom, tegnap este, én nem mostanában aludtam már. 10 órakor gyerekekkel aludtam, és reggelig aludtam. És hánykor le kellett feküdnöm, mert nem bírtam fellenni? Most, fél. Fél 11? 11-kor már lefeküdtél. 11-kor vissza kellett feküdnöm. Most van 1 óra. És megyek, és most visszafekszek. Akkor volt ilyen utoljára, amikor covidos voltam. Tehát, hogy én ennyit aludtam. Tehát én, aki alvány zavaros, és nem tudom még éjjel sem aludni, egész éjjel végig aludtam, gyerekek. Van egy testi tünetem, amiről nem beszélek. De mindig letrajtam egy folt a bőrömön, és egy folt is, a körött meg egy ilyen... Mi ez? Hát egy ilyen... Egy másik, egy piros folt. Ja. Igen, egy másik folt. Tehát olyan, mint hogyha kis folt, nagy folt. Mint a lánykórusoknak, de hát már nem volt kullancs, szóval nem tudom mi van. Egy, de biztos, hogy azok-e. Nézed, mam. Hát, te mit találtál itt? Kis cica vagy? Pedig össze kell kaparnom magam, mert holnap délőtt el kell menni már vásárolni, akármi is történik. Teljesen ki vagyunk merülve. És hát annyira nem vagyunk ki merülve, mert azért a hűtőben van minden, csak... Mit keresed abba a szatyorba? New Yorker? Vigyelek el shoppingolni? Na, nem jó szagú a szétdel nekem. Igaz? Nem jó? Lexi. Nem? Nem oké? De oké. Nem tetszik a színvel ki. Pedig csaj vagy, arany. Arany. Na, hello. Innen jelentkezünk az Alditól. Bementünk egy darab csokiért a Gergőnek. Meg Alva Szilomér a Leilának. Én mondtam a Ragnának, hogy ne menjen velünk, vagy ne hozzon magával, de ő mindenképpen akart hozni. Úgyhogy itt a
zsákmány, mindjárt mutatom. Na szóval itt a zsákmány haldiból. Ez egy darab csoki és egy almaszínom. Jól látjátok. Holnap tervezünk nagy bevásárlást csinálni, de azért most sikerült 28 ezer forintot elkölteni. Majdnem agyvérzést kaptam, de ne is törődj vele. Szóval, majd otthon lehollózom. Hollózom. Jó. Mi van? Pakolhatok? Hogyne! Mindjárt mennem kell. Ja, megy dolgozni. Hát itt akkor. Azt megengedem. Na, hát ő pakol. Meg én is pakolok. Nagyon meleg van. Csirkét elvittük a... És csirkéket elvittük a... Hova? Edzésre. Aztán most visszafelé beszaladtunk ide az Aldiba. Ez most a nasi beszerzés volt, úgy néz ki. És hát ez van. Holnap meg majd az alapvető élelmiszereket beszereztük. Mi van? Jaj, mert a kis nasik akik babádnak. Cicakaja. A cicakaja kell. Úgyhogy... Egy oszkoló jelentkezem, mert nagyon meleg van. Meg sietünk is, mert megvárom mindjárt megy dolgozni. Úgyhogy... Ez van. Olyan vörös a fejem, mi? Annyira, hogy gyenge vagyok most ebben a melegben, hogy még erőm sincs letépni ezt a kupakot, pedig lefogom. Jöhet a meleg klíma. Nem meleg? Nem meleg az jó, nem? Ja, aztán holnap tervezünk majd bevásárolni. És akkor most hazamegyünk. Én lehollozok, Ragnarom elmegy dolgozni. És utána pedig szépen elbukdosok mindent. Tényleg el kell. Hát figyelj, Gergőnek nem adhatod oda egybe azt az óriás gumicukrot, mert az egyszerre megeszi, utána meg beteg, mint az állat. Nem? Én nem tudom. Beteg. Tehát beteg. Beteg állat lesz belőle. Zacskóba elfelezett két felé. Elrakom két felé, és majd adagod. Na jó, hát Gergő, aztán a zacskót nem fogom egyedül neki odaadni, hanem el is fog belőle egy pár szemet kapni. De majd nem tudom. Tehát mogó. Elmondjuk rajta nem látszik. Hát amennyit edzenek, dolgozik most már is, úgyhogy elfáradtam. Mondjuk nem tudom, mibe fáradtam el. Egész nap olyan szarul voltam, meg vagyok most is, hogy nem szoktam nagyon így legatyásodni, de ez a hőemelkedés, ez nem buli. Főleg ilyen melegben nem. Feküdtem, le kellett dőlnöm, és akkor mondtam az uram, hogy a paplannal takarjon be, pedig én nem szoktam lábamat, mert milyen volt a lábam, mi? Jéghideg. Jég, mint hát a vérkeringésem jéghideg volt. Na mindegy. Aztán végül is a Leilát meg egy szomszéd, vagy egy ismerősünk hozza haza, a Gyurka. Mert mi meg elvittük a lányát, ő meg az óza gyerekeket, úgyhogy most ez így van megbeszélve, mert ugye uram dolgozik. Te is iszó. Á, muszáj. Á, nagyon kiszikkadtunk. Hát de most múltkor is hoztam magammal jegesvizet valahova, nem tudom, mentünk. Hát mire bementünk valahova és kijöttünk, addigra már meleg volt az elolvadt, a jég meleg volt, tehát most annak sincs értelme már. Abba a termoszba kellett volna tegyem, termoszos belsejűbe. Az jó, én múltkor kólát vittem valahova. Igen. Jégkockával, és még pár óra múlva is tök jó hideg volt. Igen, hol jártam? Edzésre vittem, nem tudom hol. Ja, mentetek? Aha. Ja. Jó, ha mindegy, azt csak nem azért kérdeztem. Szépen elégkodattam a kólát. Vigyáztam. Vigyáztam. Lassabban te! Követési távolságban. Nincs? De van, hát követési távolságon belül, hogy kérül voltam. Oh, láttam. Igen, ott volt. Ott, higgyed el. Na jó van, majd otthonról jelentkezem. Na, hazaértünk. Van még az uramnak pár perc a indulási. Mondtam, majd én szedek neki kaját, hagyja csak rendezem. És azt mondja, hogy főtételt akar vinni vacsorára, ott aztán szedek neki akkor egy kis rizibizit, meg rántott húst, az maradt. Azt még konyha maradt, megeszi, nem? Hát ilyenek ezek a pasik. Na! Akkor rizibizi, ugye? Aha. Még egy kicsi van. Szerintem ez sok is. Hagyd el még a Gergőnk, hát veszik egy. Jó, jó. Hozzájön. És csak így? Tökéletes. Mit csinálják a van majonézzel? Nyom már rá. Fúj, de most ezt erre rányomjam. Persze. De ezt így fogod megmelegíteni a munkahelyen, hogy majonézzel? Igen. Milyen már az a majonéz?
meleg majonéz. Ó, na, ezt a nagy húst ráteszem, jó? Egyet? Egy elég kell. És egy ilyen pici még? Nem kell, köszi. Az natúr hús mellette, mert van rátok meg natúr. Ezt az adod a Lejlának a sorára. Így jön hozzá. Jó, hát az lesz, hogy Lejlának adom a sorára azt a natúr húst. Rántott húst van, megfogyom a Gergőnek, bár szerintem az éjszaka. Mondjuk az éjszaka is az. Most délutános. Jó. Most mennyit kell ebből nyomni rá? De miért nem viszed be, ebben már alig van? Vidd el, ezt rakd, hagyd ott a hűtőbe. Hát csak nem eszik meg, ha megeszik egészségükre. Hát most... Írd rá, hogy a Ragnaréj. Írd rá, hogy addiktológia. Írd rá, hogy addiktológia, azt nem eszik meg senki. Olyan nehezen mennek rá ezek a izék. Micsoda? Tetők. Hát a mosógép miatt elvetemednek, szerintem. Na! Szia, Lexi! Mi a tökön van, kis Ján? Hú, az meg éhes, mi? Beres. Oh, az nekik? Pukkaled! Na hát ezt le is videózzuk. Ki az éhes, kis cica? Ki az éhes? Szexi? Szexi vagy? Hogy szexi? Nem szexi? Jaj, most már nagyon koncentrál. Á, most már nem lesz szexi. Ez most már olyan éhes. Jack, gyere, pikik! Szóljál Jacknek! Menjél, szóljál neki! Hát mit nyögök én meg? Látod, én csinálom neked a kaját, te meg a macskáknak a kaját. Ja. Már megcsináltam volna, de nem tudom miért akarod te. Nem a megosztásom. Szeret te kis cicád. Igaz? Jack meg az én fiam. Csak igen, hogy tudja, hol a helye. A Jacknek anyának helye. Anyán, anyával. Ki baba? Na, aztán... Tik-tik? Tik-tik. Vigyá! Vagy egyél? Egyél, Lexi, hogy van, hogy mam? Nem hallom a mamát. Mama? Lexi, mama? Addig nem kapsz, tudod? Mama! A dék ott van fel egy farok. Ott kilógott a Jacknek a farka. Az ajtó felett. Mama? Ne állj fel! Inkább mondjad neki a rezzet. Mama? Lexi? Addig nem adhatod neki oda, hogy összeregyüljen, basszus. 50 forint. Mama. 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 Ott készül. Nem kell hozzá kis kanál, von foga. Hallod, ne csinál már ezt, könyörgök. Ki fognak verni a fogait, mert semmit nem rájön. Van benne kemény. De miért kell kis kanálra szétvágni? Nem bágok. Nem kell. Nem kell összekeverni. Ez egy állat. Mama, nem hallom, addig nem adhatod neki oda. Mama. Jó, oké, okay, ügyes vagy. Na, mama. Gyere. Jack, gyere te is. Jó étvágyat, öreg úr. Még összeaprítja nekik, hát én ezt nem hiszem el, komolyan. De nem kell. Minek? Szoktam oda tenni egy kis vizet, mert keveset isznak, szerintem. Igen, azt tudom, azt mondta az állatorvos, hogy nagyon pici vizet tegyünk a nedveshez. És hát akkor jó étvágyat, gyerekek! Összekeverem nekik. Nyam-nyam! 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 Na jó van! Engedek szépen! Hú! Hát kérlek csak csokiért és alma szíromért mentünk. Igaz? Jó. Én mondtam, hogy ha beteg vagyok, hagyj itthon. Azt mondtad, nem? Jössz velem! Jó. Mert? Muszáj. Mert forsul meg a héja, érted? Menni kell, így van. Rakd el a kajádat. Ja, jó. Majonéz. Jó. Mit viszel még, jó kurszot? Jó. Az vegére van. Írd rá addiktológiát, ezt akkor senkinek nem kell. Ja. Vagy pszichiátriát, nem csak az. Pszichiátriát, van bele. Van? Más nem kell szerintem. Lehet, hogy... Jó, kutat és sport szereted, hogy kiszedted? Jó, lehet bevállalok egy ilyen rubit most. Hajjá, lehet. Jó. Árnélkül lesz, ahol mondom, mert
Azt sem tudom, hova tettem. Elvettem, én adtam el a blokkot. Ne, én ezt úgy elraktam. Lehet direkt azért meg se találjam. Mint a táskádba raktam, nem? Nem akarom megtudni. Nem akarom megtudni. Jó. Hát majd, hogyha esetleg mégis lesz ár, akkor az meglepetés, mert akkor kiírom. Nem tudom. Akkor megtaláltam a blokkot. Meg annyira nem is érdekes, mert úgysem biztos, hogy mindig aktuális, ahogy írjátok. Hát még nem töltötted meg. Tessék. Ez még jó. Na. Ma este van. Na este van, este van. Kiki nyugalomba. Ugye elment uracska dolgozni. Úgyhogy most már játszósba vagyok. Még jobban játszósba. És megyek én is, bedöglök az ágyba. Szerintem ez fog történni. Ahol videót, ezt beraktam. Ez következő videó lesz, mert hosszú lenne, nagyon hosszú lenne ez az egész. Így egybe. Úgyhogy most elköszönök. Hello. Szia.